Az elmúlt napokban a kialakuló válsághelyzet miatt már, mint úgy válsághelyzet, hogy a világban, ami koronavírussal kapcsolatos hírek, meg ezzel kapcsolatos tavaszi leállás, meg második hullám, meg sok minden zavarog itten a hírvilágban, és ezzel kapcsolatosan felmerült bennünk az, hogy tulajdonképpen beszélgettünk a munkáról, és az elmúlt 23 év alatt, amióta együtt vagyunk, összesen 3 év volt az első 3 év, amikor külön dolgoztunk, illetve nem egy helyen dolgoztunk, nem egy volt a munkánk, és onnantól kezdve az utolsó 20 év, most bezárul a 2020-ig, minden egyes évben egy helyen dolgoztunk, egy munkahelyen, együtt dolgoztunk nagyon sok mindenben, munkahelyen is, meg változott a munkahely is, ott is együtt dolgoztunk, és ráadásul arra emlékeztet a mostani időszak, ami így alakul, bár ne így legyen, nincsenek ilyen jellegű hírek, de mint amikor 2008-ban a világválság körül voltunk, akkor is így elég nagyot változott körülöttünk sok minden, de azt megelőzőleg, mielőtt jött ez a 2008-as világválság, akkor mi a munkánkba adódóan, amiről már beszéltünk, elkezdtünk weboldalra foglalkozni, pontosabban az Adri, egy fórumon keresztül elkezdte megtanulni az alap weboldal készítéseknek a alapjait, és annak köszönhetően, hogy ami jött még akkoriban az életünkbe, a medál neked, meg minden, szóval 2000-es évek elején a lényeg, hogy elindultunk a interneten olyan formájában, hogy szerettünk volna megmutatni dolgokat, ami velünk kapcsolatos, és ezért létrejött az, hogy elkezdtünk weboldalkat készíteni, amit te az elején nagyon ügyesen elkezdtél megtanulni. Egy egyszerű fórumból, egy egyszerű chatből a kérdés-válaszra elkezdted megtanulni annak idején még a frontpage-nek köszönhetően a weboldal építést, és elindult akkor, még nem tudtuk, hogy 2020-ban teljesen más lesz a technika, teljesen más lesz minden, de hogy még akkor is ezzel fogunk foglalkozni, akkor ilyenekre nem gondoltunk. Hát de viszont nagyon meghatározta az életünket, és leginkább a világválság az meg felpörgette elég rendesen az elkörüli dolgainkat. Igen, az legelső weboldal, amit végül is sikerült megcsinálni, ez egy medálhoz volt köthető, ami nekem egész egyszer megtetszett az utca emberén, és Thomas leszólította a kérésemre a lányt, és megoldottuk azt, hogy az a medál az enyém lehessen, nem ami a nyakában volt, de csinált nekem egy hasonlót, és ebből ennek a következménye volt az, hogy már további medálokat is csináltam, elmentünk éppen a egyik alkalommal a hozzávalókat megvenni, és a boltban meg akarták venni ebből a medálból, akartak vásárolni. Tehát emiatt, hogy ilyen tetszett embereknek a medál, nem csak nekem, hanem már másnak is, ezért úgy gondoltam, hogy ezt fel kellene rakni az internetre, és akkor ezáltal tulajdonképpen az első weboldalt valóban a cseten tanultam meg, hogy hogy kell csinálni, de az első weboldal az tulajdonképpen egy ilyen kis egyszerű kis medál fotókat tartalmazó kis kezdő, kis alap, kis amatőr. Alapinformációk megvoltak, és elérhető volt interneten bárki számára. Igen. Mert ez volt a lényeg, ez hogy volt, tulajdonképpen... Ez volt, mint egy portfólió, vagy egy névjegy oldal, egy egyszerű információs oldal. Hát nem névjegy, de igen. Tehát igen, mint a mostani webáruházakban a termék kínálat fel volt tüntetve fotók formájában, viszont nem lehetett ugye megvásárolni. Tehát csak arra volt jó, hogy ezt így vigyem és megmutassam. Soha nem került rá sor, hogy én ezt bárhol megmutassam, sajnos. Ellenben meg volt a pozitív oldala is. Ez lett az első weboldalunk, és ez indított minket igazán útjára. Ez egy hobbivá vált innentől kezdve nekem, illetve később kettőnknek. Először én ezt, hogy így megtanultam, akkor a cseten, ez egy óriási dolog volt, mert akkor még sokkal nehezebb volt a weboldalakat elkészíteni, még akkor is, hogyha ezt egy szoftver segítségével végeztük, mert ugye nem programozók vagyunk. Hát meg már csak onnantól is nehéz volt, hogy annak idején még a internet is nem volt ez a gyorsaság, meg ez a sebesség egyáltalán, illetve a másik nagy nehézség, ami volt, hogy mindezt munka mellett csináltuk.
Tehát az elején így indult, igen. Igen, mert hogy ez egy abszolút hobbi volt, és eszünkbe nem jutott volna, hogy bármiféle módon egyáltalán pénzt keresni ilyesmivel, semmi erről, nem hogy szó nem volt, szerintem akkor nem is volt ilyenre lehetőség. Nem volt egyáltalán ilyen szakma, mert hát maga az internet is akkor lényegében egy pár évvel azelőtt jelent meg, legalábbis itt az országban. Tehát mi egészen az elejétől fogva kezdtük el a weboldalakat tanulni, tehát ahogy bejött az internet, már szinte csatlakoztunk rá, mert olyan munkahelyünk volt, ahol ez egy szolgáltatás volt, mármint hogy az internet. Lényegében egyből csatlakoztunk rá, megtanultunk weboldalt szerkeszteni, és hát ez abszolút egy hobbi volt. És az egyik hobbi hozta a másikat, illetve hát a hobbim belül, tulajdonképpen a weboldalról beszélek, hogy az egyik weboldal hozta a másikat. A második weboldal az a konkrétan, ahol én megtanultam weblapot szerkeszteni, a chat szobába. A chat szobának készítettem el a weboldalt. Ez volt a második weboldal, de ebbe volt segítségem is. Mert hogy kevés volt az információ a csetelés közben chat egymás közt? Szoba tagok közt. Ezek a legelső weboldalak az interneten, legalábbis a csetek között az legelsők, ez a trefort.net nevű chat volt, de volt sok más ilyen chat.hu, meg a játék.hu hasonló weboldalak, illetve csetek, viszont én ezen a Treforton tanultam meg, ezen belül is a Halihó nevű szobába, és a Halihó nevű szobába illetve a szobának elkészült a második weboldala is, ott már az tulajdonképpen az olyasmi volt, mint a mai Facebook, de én létre... ezt azért így nem de, bátortam. De, lehet mondani, hogy létrejött az első közösségi oldal, mini közösségi oldala interneten, aztán jött Zuckerberg, lenyúlta az ötletet, és lett belőle a Facebook tulajdonképpen. Jó, nem. De hasonló volt. Tehát az volt nem, azok csak adatlapok voltak. A lényegét tekintve ugyanaz volt, de nem tudtál semmit csinálni egyik ember és másik között, nem volt like meg ilyenek. Egyszerűen csak emberek adatlapjai kerültek fel a weboldalra, mert mindenki egyre kíváncsi volt a másikra, ugye akkor nem voltak ilyenek, hogy profilkép, meg részletes adatok semmi. Megadása nem volt a chatben, és így egy ilyen alapinformációkat így egymásról láttunk. Igen. A képen túl, aki nem bármit valami, már... hát csak nevet láttál. Ja, a képen adatlapon. Túl az adatlapon, igen, ki mit akart megosztani, a lehetőség megvolt, tehát lehetett megosztani infokat magadról, nem úgy, mint a cseten. Ma ott nem volt még ilyen lehetőség azon a cseten, ugye? Igen, nem igen. Tehát ez egy abszolút hobbi volt, és tulajdonképpen ott volt egy ilyen kis közösség ennek a chatnek, ahol én megtanultam ezt az egészet, és aztán élve annak a lehetőségével, hogy ha már megtanultam, egyébként itt köszönöm szépen Lacának, mert ő volt az én segítségem és az én tanítóm, és azt hiszem, hogy ezt a Halihó szobát már ő vele együtt, illetve nem a szobát, hanem annak a weboldalát már vele együtt, illetve volt még további segítség is, azt már velük együtt csináltuk meg. Aztán tovább folytatva a listát, most nem nagyon tudom, hogy mi volt a következő, de igazából mindegy a sorrend, mindvégig hobbiról van szó, tehát munka mellett végzett hobbi weboldalakról, ami aztán teljes mértékben átfordult tudatos dologgá formálódott, hogy ez nekem annyira tetszett, Hogy ezzel valamit lehet kezdeni, és ebben sokkal több van annál, mint hogy pár kis fotót felrakok a medálokról, vagy hogy az emberek adatlapját csak így felrakom. Tehát ráéreztem arra, hogy talán még egy könyv sincs olyan nem színes, nem találom a jó szót. Egy könyv is csak puszta szövegből áll, kivéve a képes könyv, ellenben egy weboldalon annyira sok mindent lehet megjeleníteni, annyira sok adatot lehet, információt, fotót, hát akkor még a videó nem volt annyira nagyon népszerű, igen. Vagy talán nem is tudom, hogy láttunk egyáltalán videót, de hogy annyira sok minden van benne, hogy gyakorlatilag ez ugyanolyan, mint egy könyv, de sokkal terjedelmesebb. Tehát ez nem egy könyv, ez egy könyvtár konkrétan, amit egy weboldalral létre lehet hozni. És ami nem utolsó, hogy majd a végén, itt a mondókánknak a végén kiderül, hogy, illetve hát nem a végén, szerintem itt időközben, hogy ez mennyire fontos ez a dolog amellett, ahogy én akkor megláttam benne azt, hogy mi minden lehetőség rejlik benne, mencsvára is lehet az embernek.
Hát abszolút, Tehát mert átment munkába ez igen, a... mert aztán teltek, múltak az évek, és ahogy az utazásból született az utazási oldal, úgy aztán a kutyánkból lett a kutyás oldal, és minden mellett, hogy elkezdtek így épülni, és közé egyre inkább közösségszerűvé alakulni a látogatókból az egész, egyre nagyobbá kezdte kinőni magát, még mindig hobbiszerűen foglalkoztunk vele, aztán egyszer csak elérkeztünk a nagy, említett 2008-as világválsághoz, ahol aztán teljesen közben minden megváltozott körülöttünk. Olyan szinten mértékben megváltozott körülöttünk minden, hogy egy akkor hosszantartó évek óta olyan munkánk, ami már internettel összeköthető kapcsolatos munkánk volt, egy nagyon jól fizető munka volt, és azt a világválság úgy, ahogy volt, szépen elsöpörte, és végül is ott maradtunk, mint nagyon sokan annak idején tanástalanul, hogy akkor most mi van. Tehát most az a hirtelen megszűnt az a nagyon jó munka is, ott vannak a weboldalaink, foglalkozunk vele, de viszont mind a mellett elkezdtünk munkát keresni továbbiakba is, ahogy de előtte várjál, is. Azért még az hozzá tartozik, hogy ugye az ember, hogyha elveszíti a munkáját, akkor azért van egy kis tartaléka, és akkor azt még úgy fel tudja élni, tehát nincs katasztrófa. Igen, de mi... Csak hogy mi abban az év, az az év, ez mindenféleképpen nekünk sorsfordító volt a szó legszorosabb értelmében, és minden értelemben. Abszolút. Mert nem csak minket érintett egyrészről, tehát ugye mi elveszítettük a munkánkat, és itt ne felejtsük el, hogy kettőnkről van szó. Tehát itt két munka szűnt meg, két fizetés szűnt mert meg. Mert hogy akkor is egy helyen dolgoztunk. Igen. Tehát a közös munkahelynek a hátránya, egyik hátránya, nagyon sok nincsen, de az egyik hátránya az az, hogy ha valami történik a céggel, akkor mindketten megyünk a levesbe, és akkor így történt. Igen, tehát van egy kis tartaléka az embernek, igen ám, de mi abban az évben ilyen értelemben is sorsfordító volt az az év, mert pont abban az évben volt az, hogy életünkben először egy külföldre, egy új helyre mentünk el, most itt nem is akarnék erre különösebben kitérni, de az nekünk egy nagyon nagy dolog volt. Görögország szigeteiről van szó, és ott akkor, mivel az egy teljesen számunkra ismeretlen hely volt, egy kicsit nem elszámoltuk, de hogy az árak egy kicsit magasabb voltak. Az előző utazásokhoz képest, teljesen hiába egy országról beszélünk, előtte nem voltunk szigeten, és a szárazföldi nyaraló helyeknek az ára teljesen más volt, mint amit megszoktunk előző években a szárazföldi árakhoz. Nagyon magas árak voltak, annak idején mondta is, aki kim volt idegenvezető, hogy azért ilyen magasak az árak, mert tulajdonképpen ők úgy gondolták, hogy van egy ár, és azt így ilyen 5-10 évre is akár előre bekalkulálják, hogy akkor ezzel az ára dolgoznak, és már előre behozza azt. Tehát lényeg, hogy magasabb áraknak köszönhetően nem az jött ki, mint amire számítottunk ott helyszínen, és olyannyira, hogy úgymond, amiről emlegetted, tartalékhoz is hozzá kellett nyúlni. Hát nem az, hogy a tartalékhoz, hát elfogyott a pénzünk az is, kint, igen, és életünkben először külföldön kártyával kellett fizetnünk. Igen, akkor... És akkor még az is pénz volt, mármint hogy a kezelési, vagy hogy hát hívják. Az bonyolult volt akkor még, igen, akkor még nem volt olyan egyszerű, mint most, most már pikpak meg lehet oldani, és szigetről van szó, tehát fel is kellett utazni, hogy ahhoz, hogy legyen automata, és kivenni, mert ott lenn nem volt bankkártya. Igen, igen. Szóval jó, megbonyolította az életünket, de úgy voltunk vele, hogy ott vagyunk, nyaralunk, ezt a helyet, ezt nagyon akartuk, nem ronthatjuk el, elmegyünk és veszünk ki pénzt. És lógott a levegőbe, hogy esetleg hazamegyünk, már nem lesz munkánk. Igen, mert ez már az érezhető volt, ugye a válság. Hát a válság miatt egy nagy bizonytalanság volt az egészben, és aztán tulajdonképpen megtörtént az, hogy feléltük így ott töltött idő alatt a tartalékunkat, mert nem akartuk elrontani a nyaralást, és a nyaralásból hazajöve az fogadott első hírként, hogy vége, megszűnt a munkahely, amiben mindketten benne voltunk több éven keresztül, tehát egy elég talán az életünk egyik legjobb melóhelye volt is, de egyben a szétágazóan sok mindent tanultunk ahhoz, hogy aztán a későbbiekben mégis ezt fel tudjuk úgy használni, hogy nem estünk ki az internet használatból. Mert hogy igen, az is weboldala kapcsolatos munka volt, csak akkor nem a saját oldalainkon foglalkoztunk csak, hanem a cégnek a dolgaival is foglalkoztunk, és így a kettő együtt haladt előre, de viszont nem volt annyi idő a munka mellett a saját oldalainkra, mint amennyit szerettünk volna, és ez egy kicsit úgy megülepedett,
de aztán a válság, ahogy megérkezett és betört az ajtón, úgy azzal a lendülettel elkezdtek megváltozni a weboldalak közül, már weboldalaink körül a dolgok, ami hozzánk kapcsolódott. Igen, és itt ez egy olyan értelemben is nagyon fontos része volt az életünknek, hogy akkor, hogyha mi nem hiszünk magunkba, ugyanis az történt, hogy ezzel a bizonyos a válság következményeként, hogy mi elveszítettük a munkahelyünket, azon a bizonyos szigeten csontra lenulláztuk, a nullára lenulláztuk a, tehát ezt már nem tudom, hogy tetézni, megragozni, a bankszámlaszámunkat, és úgy jöttünk haza gyakorlatilag, hogy egy fillér nélkül, tehát ténylegesen egy fillér nélkül. Ami volt tartalék és még fizetni való, azt azért az ember ki tudta fizetni, de ennyi és semmi több. Tehát azért azt nem meséljük el, hogy akkor mi mit éltünk meg, és mit és hogyan ettünk, de nagyon fontos, hogy akkor, ha mi nem hiszünk magunkba, és ezekbe a weboldalakba, ami lényegében teljes mértékben véletlenül csöppent bele a mi életünkbe, mert ugye abszolút, ez a bizonyos hát az előző évek, igen. És véletlen csöppent az életünkbe, és ugyanilyen véletlen elkezdtünk vele hobbiból dolgozni, vagy foglalkozni, és aztán ez a bizonyos 2008, ez így elvágott mindent, és ha akkor magunkban nem hiszünk, és nem hisszük el azt, hogy akkor ezzel valamit lehet kezdeni, akkor tulajdonképpen nem tudom, hogy most hol vagyunk, és mennyire indultunk volna lefele a lejtőn, ugyanis akkor sajnos nekünk is munkanélküli segélyt kellett felvennünk, akkor abban az időszakban életünkben először és utoljára ilyennel kellett foglalkoznunk. Normális esetben egy embert ilyenkor ez hozza ki a szarból, nálunk nem ez volt. Tehát nálunk ez volt az egyik segítség, illetve hát ez nyilván véges, de nekünk ott volt a weboldal. Illetve... És a weboldal volt az igazán olyan, ami kihúzott minket a... Igen, illetve még az történt az idő alatt, hogy abban az időszakban kb. A munkákból kifolyólag meg, hogy weboldalakkal foglalkoztunk, meg az előző munka is olyan volt, Excel táblázat, Word, stb. Minden, ami weboldal, meg minden, ami így online internettel kapcsolatos felületek, azok mind számunkra ismerősök voltak, használtuk rendszeresen munkához, és ilyen volt például egy Excel táblázat, hogy amikor elkezdtünk munkát, csak egy példa arra, hogy amikor akkoriban elkezdtünk munkát keresni mindketten, mert hogy egyszerre lett ez az egész, a nagyon kemény időszak alatt, vezettünk táblázatot arról, már rendszereztük, hogy a jelentkezések a munkahelyekre. És ugyanis az történt, és ott kész, azt mondtuk így, na jó, akkor ez itt most elég, 100%-ra rástartolunk a saját weboldalainkra, és elkezdjük abból kihozni a maximumot, amit csak lehet. Ugyanis az történt, hogy ahogy vezettük az Excel táblázatot, egyszer csak így elértük azt, így azt most nem emlékszem, hogy fejenként külön-külön neked is, vagy nekem nem, is, nem. De így úgy összességében a 100 plusz jelentkezés állásra, meg, és ami a legdurvább, és ez még most a 21. század küszöbén is még mindig működik, és érthetetlen számunkra, hogy cégektől, a e-mail, hogy ki van írva egy weboldalra, hogy nem jön válasz, az egyszerűen hihetetlen, mert ugyanis akkor is az történt, hogy abból a 100-as listából jó, hogyha pár fő egyáltalán visszareagált, tudod, az e-maileinkre. Igen, 100 e-mailt küldtünk ki, több mint 100 e-mailt küldtünk ki, fogalmunk sincs, hogy összességében mennyi, 100-ig számoltuk. Addig vezettük, és onnantól kezdve már nem akartuk látni, vagy nem tudom miért, értelmetlennek tartottuk, és egyre inkább engedtük el azt a lehetőséget, hogy itt ebbe a úgymond válság időszakban, mert akkor a híreket, meg mindent olvasva, egy elég nagy cég, akkor is így, meg sok más cég is, meg vállalkozás, meg minden padlóra került tulajdonképpen, úgy voltunk vele, hogy na most jött el az az idő, hogy akkor itt van előttünk mi, amit előtte évek alatt hobbiból építgettünk, hogy akkor beleadjuk magunkat teljesen abba. Így van. Odaadjuk magunkat a weboldalainknak, és elkezdünk gondolkodni rajta, agyalni, mit lehet csinálni, hogyan lehet csinálni, hogyan lehet bővíteni, és foglalkozni, és foglalkozni, és foglalkozni vele, és így tulajdonképpen teltek a válság utáni időszakba az évek. Azért munkák, tehát azt azért tegyük hozzá, hogy egy jó pár ilyen úgymond pofa viziten azért ott voltunk. Hát ott voltunk, meg tehát voltak ezek, ilyen... Tehát ez a minimális visszajelzés, ami érkezett, és többségében üzletkötői munkára, azért meg azokra igen. Elmentünk, persze nem üzletkötőt kerestek, csak olyan
szövegezéssel volt meghirdetve az állás, hogy arra mi alkalmasnak találtuk magunkat, elmentünk, majd a helyszínen derült ki, hogy ez üzletkötői vagy ügynöki munka. Tehát azonnali pofára esés, hát meg ilyen rövid... mert eleve nem azt hirdetik, ami. Igen, meg ilyen rövid életmentő, ilyen úgymond alkalmi munkák, a múltból kifolyólag, a kapcsolatból kifolyólag, nekem az építőipar, illetve akkor az ismerősök, baráti kör, stb. Kutatásával egy-egy kisebb munkák így jöttek, akkor volt nekem ilyen antennaszerelés, parabola, stb. Tehát ezek így megvoltak, de igazából egyre inkább azt kezdtük felismerni, és egyre inkább azt vettük észre magunkon, hogy mi, amit akarunk nyújtani a weboldalainkkal, azzal kezdünk el olyan eredményeket érni, aminek köszönhetően még inkább megnőtt abba a bizalmunk a oldalaink fele, hogy ezt akkor jobban kell csinálni, jobban kell nyomni. Igen. Csak hát aztán, ahogy az embernek a tűrőképességét el lehet a maximumig érni, ezt úgy nagyjából el is értük. Tehát így elég komoly következményei lettek akkoriban annak a törekvésnek, annak a nagyon akarásnak a weboldalainkon, amikor pont elértük volna a maximumokat, akkor jöttek a újabb problémák. Igen, ezt valahogy úgy kell elképzelni, hogy először is szerintem az senkinek a számára nem idegen, hogy megfelelés kényszer. Mi eljutottunk egy olyan szintre, de itt most elsősorban rólam van szó, de igazából lényegtelen, mert mindketten megéltük, tehát bármiről legyen is szó. Hát mindenféleképpen mindketten, mert ami veled történt, az ugyanúgy velem is megtörtént, igen, mert egymással történt minden, tehát sok minden akkoriban. Igen, tehát az történt, hogy túl sokat vállaltunk. Tehát, és főleg itt mondom, rólam van szó, de együtt értük meg, tehát mindegy az, hogy egész pontosan ki mit csinált. Túl sokat vállaltunk, és az történt, hogy hát először is szerintem itt már talán még az internet függőség is játszik, bár ezt így nem tudom, mennyire dobálózhatunk ilyen szavakkal. Nagyon rákattantunk, nagyon pörgettük a dolgot, mert azt szerettük volna, és mivel kutyákról volt szó, de szerintem itt nem is térünk ki nagyon a részletekre, azért tényleg, hogy nagyon szerettünk volna adni úgy az embereknek, hogy belementünk az éjszakába is, főleg te is belementi az éjszakába, tudod, a kutyás sztórival. Tehát sok-sok óra munkája az de meghozta. De itt nem csak a kutyás dologról van szó, az ott éleződött ki talán az egész, de itt több weboldal volt már a hátunk mögött, vagyis hogy az több weboldalt működtettünk, úgymond. Plusz ott már megrendelésre is csináltunk weboldalakat, és... akkor, amikor az egész csúcsosodni látszott, és egy kicsit így elindult az, hogy na, akkor most kezd behozza a gyümölcsét, és végre történnek dolgok, tárgyalásokon vettünk részt önerőből, amit mi hoztunk létre egy olyan ügy kapcsán, nem is egy olyan ügy kapcsán, és akkor egész egyszerűen annyira sokat vállaltunk, hogy egészségügyi problémánk lett belőle. Tehát ez a megfelelés kényszere elkapott, a függőség szót azért használ, nem az internet függőségről van itt szó, inkább ez egy ilyen munkafüggőség. De abszolút, nem is tudom ezt a szót is mennyiben jó, mert nyilvánvaló, hogy az ember, ha meg akar élni, és abban a helyzetben nekünk azért elég filléres dolgaink voltak sajnos. Tehát, hogyha meg akarunk élni, akkor hajtani kell. Teltek a hónapok a válság után, és egyre inkább szorult a hurok, illetve egyre inkább ott voltunk, hogy oké, nem találunk munkát, majd akkor majd csinálunk mi magunknak. Tulajdonképpen igen, így indult az egész, igen, hogy rendben, jó, nem találunk munkát, semmi probléma, majd csinálunk magunknak, csak azt viszont azt nagyon kell tudni, hogy általában aki távmunkában dolgozik, vagy otthonon dolgozik, vagy aki saját dolgait csinálja, saját vállalkozását csinálja, annak nem kell bemutatni, hogy sokkal, de sokkal több munkát kell belerakni ebbe az esetben ahhoz, hogy eredményeket érj el, mint amikor egy munkahelyen dolgozó, megvan a feladat, megkapod, megcsinálod, hazamész, pihensz és hátradősz. Kapsz egy feladatot, egy kész feladatot eléd raknak, hogy ezt A-tól Z-ig jussál el vele. Na, itt ilyen nem volt. Itt alapból mindent kitalálni. Kaptál egy üres telket, és csinálj rá valamit. Tehát és nem a bokorról van szó, hanem azért úgy legyen értelme, mert hát szeretnél megélni belőle. Alapvetően mi azért nem így gondolkodtunk, hogy mi most ebből akarunk megélni, tehát nyilván reméltük, hogy eljutunk egy olyan szintre, de nem, tehát messze nem ott voltunk. Tehát így most anyagilag is, meg úgy egyáltalán, tehát annyira egy kezdőnek számítottunk, annyira...
Most itt technikai részletekbe kellene ahhoz belemennem, hogy ez érthető legyen, szerintem azt nem hiszem, hogy ez most nem, itt majd aktuális. Szerintem majd lehet, hogy majd egyszer még arra. Igen, szóval, na mindegy, tehát egészségügyi probléma lett a vége, mert annyira hajtottunk, annyira kevés volt, és nem lett több. A munka az több lett, az mindig több lett, mert pont azért az eredmény miatt érdeklődtek az emberek, vagy az éppen az aktuális létrejövő közösség emberei egyre aktívabbak voltak, hát ugye akkor még nem volt Facebook, meg ilyen-olyan közösségi oldalak, hanem akkor weboldalak voltak, ott fórumok voltak, ott irogattunk, levelezgettünk, illetve jöttek nagyon sok privát üzenetek. És mivel nem egy weboldalról van szó, hanem több weboldalról, ezért minden egyes weboldalhoz tartozott egy levelezés, és minden egyes weboldalnak a levelezését kezelni kellett. Na most ebből kialakult egy olyan hajnalig tartó, vagy hajnalig éjszakákba belenyúló munkaölés, hogy meglett az eredménye. Igen, igen. Tehát ez a tegnap se elég már, hogy megcsináld. Legalábbis mi így éreztük, vagy én így éreztem, és az eredménye a pánikroham lett, méghozzá nem is egyszer. Hát el is ájultam az utcán, meg ilyen következményekkel. Most szerintem itt is ugorhatunk. Az egésznek az a lényege, hogy ja, és a cigi. Igen, tehát akkoriban annyira megviseltek ezek a történések, így ami körülöttünk voltak, illetve döntések előtt voltunk, hogy akkor amellett is döntöttünk, hogy a félelemből indult először nálad, vagy abból lett. Hát ez a de bizonyos... erről már beszéltünk, igen, erről igen. Beszéltünk, hogy hogyan szoktunk le a cigiről videó, ott ez a rész, ez így megvan. A lényeg, hogy akkor ott leraktuk a cigit is. Én tehát úgy megijedtem. Tulajdonképpen 2011 körül leraktuk a cigit is, és akkor én a úgy dohányzás. Megijedtem ezektől a pánikrohamoktól, hogy én azt hittem, hogy hirtelen azt hittem, hogy ez a cigi is cigi okozza ezt az egészet. De hogy én ezt hogy kapcsoltam össze a kis fejembe, azt nem tudom, de nagyon megijedtem, nagyon, tehát mindent megpróbáltam megtenni ellene, és hát sajnos más választás nem volt, mint egyrészt a cigit letenni, amit amúgy egyáltalán nem bánok. Tehát mind a ketten a szépen sok, letettük a sok negatív történés hozománya. Hullámának lett egy ilyen pozitív hallása is hozománya. A tört hozománya. Tulajdonképpen, hogyha akkor nem történik meg, lehet ez a mindenféle összeomlás, meg mindenféle egyéb probléma, ami körülöttünk zajlott, akkor a dohányzásóval leszokás is lehet, hogy elhúzódik, vagy később, vagy akár még most is dohányzunk. Úgyhogy végül is, ha visszanézünk, leraktuk a cigit akkoriban, igen. Mondhatni életmódváltásba kezdtünk. Hát nem tudom, ezt most itt lehet ezt a szót megint csak használni, de az a lényeg, hogy sokkal tudatosabban próbáltunk meg innentől kezdve egyrészt enni, másrészt az egész életünket élni. Tehát onnantól kezdve mondhatni, a bicikli az nem jellemző, meg nem köthető ezzel össze, hogy biciklisek vagyunk, és úgy, hogy akkortól kezdtünk el, nem. Viszont a kirándulások, az erdőbejárások, mindig szerettünk mászkálni, kirándulni, meg hát utazni, de akkor nagyon besűrűsödött ez. Igen, a dolog. Akkor... Tehát a nyugalmat kerestük igazából. Hát abból, hogy kilábaljunk abból a történésből, illetve abból a nagy pörgésből. Nagy pörgésből, mert tényleg sok pörgés volt akkor körülöttünk, tehát minden témájú oldalnál beindultak a dolgok, és egy kicsit besokalt, így utólag visszagondolva az ember nagyon okos tud lenni, és látni lehet, hogy hol voltak, mik voltak, és hogy alakultak a történések körülöttünk, de ennek ellenére nem adtuk fel, nem akartunk azzal foglalkozni, hogy most akkor ezt így teljesen ellökjük magunktól, és nem fogunk foglalkozni, hanem ahogy mondtad, elkezdtünk egy kicsit tudatosabban használni a időnket, illetve pihenni, és egyre inkább bekerült még inkább az életünkben a nyugalom, a lelassulás, a felpörgésnek a problémáinak a megoldását megkeresni tulajdonképpen. Igen, tehát hála Istennek, mivel ez a távmunkának van ez az előnye, hogy te osztod be az idődet, mondjuk mi hajnalig osztottuk be a munkát, de volt egy olyan pozitív oldala, hogy ellenben azt a részt is be tudod magadnak osztani, hogy mikor mész a valahova, ahová akarsz. Tehát ezt így be tudod osztani. És ez egy nagyon jó pozitív része volt.
Viszont az egésznek volt lett egy ilyen hátrány, ez az egészségügyi dolog, és innentől kezdve azt kellett keresnünk, hogy hogyan tudunk visszazökkenni egy normálisba, de ugyanakkor egy lassabb üzemmódba. És azt hiszem, hogy egy életre megtanultuk, hogy nincs az a pénz, se munkahely, se pénz, se semmilyen csillámpóni a világba. Jövőre nézve nagyon meghatározó volt az az időszak az életünkben, ami elgondolkodtatott arra nézve, hogy... Nincs az a pénz, ami többet érne az egészségnél. És akkor innentől kezdve megint jön a fordulópont, amikor, mert ugye mi akkor egy picit így kezdtük volna learatni, végre leszedni a gyümölcseit a munkánknak, a saját munkánknak, akkor jött ez a bizonyos fordulat ezzel a bizonyos pánikrohamokkal, akkor egy kicsit végre utána lecsitultunk, és aztán belazultunk, megpróbáltuk élvezni a lehetőségeket, akkor volt egy ilyen kis bulis időszak, akkor még visszajött a, emlékszel, a kamaszkori buliból kifolyólag visszajött ez a fesztiválra, elmentünk egy-két helyen, az is ilyen kikapcsolódásként működött. De az nem, hát ezt már rosszul mondod akkor, mert az már előtte volt. Tehát az pont, hogy a nyugi előtt volt. Ja, mert mondjuk igen. Adjuk az évszámokat. Ja, igen, nem akarunk az évszámokba belekavarodni, igen, aztán igazad van, tényleg. De végül is a lényeg, hogy bármennyire tudatosság ide vagy oda, vagy bármennyire odafigyelés, meg sikerült az egészségügyi állapotot úgy, az Adrinak visszahozni a megfelelő szintre, meg így együtt mindent túlrészeltünk, működött a dolog, megtanultunk lelassulni, nyugodtan élni, ne legyenek problémáink ezzel kapcsolatosan, főleg itt leginkább egészségügyi problémák, mert az nagyon meghatározó volt akkor abban az időszakban, sok mindenben beleszólt, és akkor az élet adott egy újabb válság utáni helyzetet, amit elvileg már végre kezdtünk úgymond kilábolni belőle, és nincsenek problémák, az Adri már teljesen helyére kerültek a dolgok, meg változtak körülötte minden, meg körülöttünk, és akkor jött az az időszak, amikor még egy nagyobb, tulajdonképpen az én életemben, így egyúttal a mi életünkben egy olyan fordulat következett, egy olyan újjászületés, egy olyan információt tudtunk meg azzal kapcsolatosan, és itt rólam van szó, amikor kiderült ugyanis ez a gyógyíthatatlan Kennedy betegség, hogy az akkor megint egy, hát ha nem is nullázás, hát először én kaptam egy jobbot, utána te. Igen, aztán megint egy ilyen rezet következett, megint egy újragondolás, mert ennek a nyomán elkezdtek megint átalakulni a gondolataink, hogy hát a most akkor hogyan megint beleszólt ez beleszóltak, az egész. Mert ami előtte volt, hogy esetleg külföldi munka lehetőség, amit hozott volna az oldal, illetve azzal kapcsolatosan, hogy a másik oldalnál még további lehetőség lett volna, ami akkoriban a te egészségügyi állapodot határozta meg, hogy nem léptünk tovább, tudod, itt gondolok a kutyás történetre annak idején. Úgyhogy mindkettőnk életében így, minthogyha jött volna egy ilyen hatalmas ilyen életpofon, egyszer te kaptál egyet jobbról, meg aztán balról is, meg mindenhonnan is, meg egy ilyen K.O. kiütés, és aztán utána meg következtem én. De ennek ellenére viszont újra kellett megint gondolni mindent, ami körülöttünk zajlik, és hogyan történnek. És még mindig hittünk magunkban. És még mindig ott van az, hogy és az egésznek talán, ha nagyon jól, hát ha nagyon jól sikerült elmondani azt túlzás, de remélhetőleg sikerül úgy elmondani ezt az egész sztorinkat azzal kapcsolatosan, hogy az érezhető belőle, hogy mindig ott volt valami a háttérben, és ez itt a weboldalak, amikről tulajdonképpen beszélünk, hogy ez mindig egy ilyen segítség volt az életünkben. Tehát mindig egy ilyen kapaszkodó volt, mindig egy, jött annak idején, amikor elindult, akkor hobbiból csináltuk, aztán megszűnt a munkahely, aztán ott volt mentségnek a weboldalak, aztán jött a világválság, az megint ott volt, akkor mentségnek a weboldalak, és aztán későbbiekben jött az egészségügyi probléma neked, akkor ott voltak a weboldalak. Mondjuk aztán, akkor pont nem kellett a weboldal, mert hát pont, hogy az volt a lényeg, az hogy volt gép az okozó, kellett. Igen, az volt az okozó, de aztán későbbiekben, amikor meg nekem jött ez a probléma, akkor meg szintén megint egy olyan pofont kaptunk az élettől. De jót mondta ettől függetlenül, mert amikor én kiestem, tehát ugye közös dolgaink vannak, ergo, hogyha én kiesek a munkából, akkor Tomasz tudja folytatni nélkülem is, és ugyanez volt fordítva is. Mostanra azért már más vizek járnak, mert most már eléggé külön munkát végzünk,
vagyunk, már úgy külön, hogy a feladatunk más ugyanabban a dologban, de akkor még ez úgy működött, hogyha én kiestem, akkor Thomas attól még tudott dolgozni. Nyilván az óraszám, vagy a, ha ezt lehet így valamilyen formában osztani. Más módon, de felszínen tudta, lehetett tartani igen, a igen, igen. Tehát jót mondtál, mert végül is akkor is ott volt a weboldal. Igen, és ez mindvégig ez volt a tulajdonképpen mondandónknak a lényege, hogy mint ahogy jött most ez a Kennedy betegség a mi életünkben, meg nekem ezzel kapcsolatosan, nagyon el kellett gondolkodni az, hogy milyen formában merre induljon az ember, hogyan csinálja tovább. Az, hogy ez miért jött, azt most nem részletezzük, már arról szintén beszéltünk, hogy ez mivel kapcsolatos problémákat okoz a későbbiekben, meg milyen következményei vannak ennek a betegségnek, tehát egy még tudatosságra ébredtünk, hogy még inkább elgondolkodtunk azon, hogy akkor most hogyan tovább mit csináljunk, és akkor jött tulajdonképpen az életünkbe az a költözés, ahol most tulajdonképpen itt vagyunk. Igen, csak ez történt 5 évvel ezelőtt, és most már a 6. léptünk. Tehát igen, egy akkora döntés elé állított ez a dolog. Itt megint csak párhuzamosan zajlottak a különböző, hát ez esetben problémákról beszélünk, mert ugye, ami eddig volt, azt mondjuk zárjuk le, de azt követően, ugye először is nekünk volt egy kutyusunk, és a kutyusunknak volt egy elég komoly gerinc problémája. És a kutyus, tehát akkor még más talán így mond, hát volt más is, na mindegy, nem részletezem, de volt egy beteg kutyánk, és neki azt mondták, hogy ő neki lépcsőzni nem szabadna, na most mi a másodikon laktunk. Nem volt lift. Úgyhogy innentől kezdve mi a kutyánkat ölbe cipeltük le, nem tudom hány éven keresztül, ahhoz, hogy egyáltalán pisiljen, kakíjon. Ez így működött. Nem panaszkodtunk, hittünk magunkba, csináltuk. Szerettük a kutyánkat. Erre jött rá ez, hogy akkor van egy ilyen, ez a kettő, mind a kettőknek a problémája, ugye nekem ez a pánik dolog, de hát én azt hiszem, hogy ezen túl vagyok talán, érzékeny vagyok ettől függetlenül, tehát vannak gyengébb napjaim nyilván valamint mindenkinek, de talán azért azt mondhatom, hogy túl vagyok rajta, ennek ellenére, amit mondtunk, hogy szükségünk volt a nyugira, az szerintem így az egész életünkre kivetíthető, hogy akkor az a pörgés megtanította nekünk azt, hogy az úgy nem oké. És vissza kell venni, nincs mese, mert ez lesz a vége. És az még mindig kevés volt, ezek szerint az életünkben. És az még mindig kevés volt, és szerintem ez egyébként minden egyes ember életében így van, hogyha túlhajtja magát, tehát ez nem embertípus függő, szerintem, hanem hogyha túlhajtja magát valaki, ki itt fog összeesni, ki ott, ki ezért, ki azért, ki ezt bírja kevésbé, ki azt, de tehát megtörtént ez, és utána nekünk ez a elgondolkodni, hogy most akkor hogyan lehet nyugodtabbá tenni összességében az életünket, hogy ilyen ne fordulhasson megint elő. Tehát volt ugye a kutyus problémája, hogy ő nem lépcsőzhetett, volt nekem ez a probléma, és ugye ez a harmadik, ez a izom probléma, ami szintén ugye a lépcsőzéstől kezdve a mindegy, tehát azt kellett mérlegelnünk, hogy jött egy ilyen lehetőség, hogy vidékre költözés. És tudtuk azt, hogy itt nincsen víz, ennek ellenére mérlegelnünk kellett, hogy akkor most hogyan tovább. Ez egy nagyon nehéz és érdekes döntés volt, mert tulajdonképpen még most se értem, hogy hozhattuk meg azt a döntést. Hát a múltakban történtek, nagyon sokat hozzátettek. Tehát hozzátettek az, hogy ami 2008-as válság után az a túlhajszolásból, amit tettünk akkoriban, abban az időszakban, ami született, az a pörgés, meg az, ami körülöttünk volt, az hozzásegített annak a döntéséhez. Hozzásegített, aztán jött mellé még a kutyának a problémája a döntéséhez. Hát, amit most elmondtam. Illetve az én egészségügyi állapotomnak a helyzetét mérlegelve is hozzátettük, és így együtt a mérlegre rárakva úgy voltunk vele, hogy akkor most akkor itt van, próbáljuk meg ezt a dolgot, és tulajdonképpen így most már 6. évben benne vagyunk. Mondhatni, jó döntés volt, mert számos előnye is volt, volt sok küzdelem benne, az biztos az évek alatt. Hát a kutyus sajnos már nem él, ő elég egy évet élhetett meg itt így nyugdíjasként. Igen, viszont neki mégis az élet, az utolsó hónapok így egy szabad kutyaként neki az igen, úgy abszolút meg volt, és az is egy nagyon jó volt látni annak ellenére, hogy a betegségét nézve elég problémás volt kordában tartani egy vadászkutyát ösztönnél, és úgy visszafogni egy szabad kertes ház körül, ne rohangáljon annyira,
mikor előtte az egész életét úgy élte le, hogy egy lakásban, de nagyon sok mindent tanított az elmúlt évek alatt itt, amik történnek velünk, és mindig, amikor most, ahogy az elején is kezdtem, visszagondolunk arra, hogy annak idején, hogy egy egyszerű chatből mi indult ki, és ahogy az Adri elkezdte megtanulni a weboldal készítését, illetve az, hogy amiken... És aztán a Thomas elsajátította, és ő is most már tudja. Igen. Egyébként az ki is maradt most kapcsolatban, hogy egyszer át kellett az egészet újra gyúrni nulláról. Igen, igen. Tehát még az is benne hát volt. Azt akartam mondani, hogy még most a technika is, hogy nagyon nagyot fordult közben a világ körülöttünk. Megérkezett a Facebook, megérkezett a közösség média, a YouTube, meg minden olyan felület megérkezett a világunkba, úgymond az internetre, ami egyre inkább nehezítette a feladatainkat egyúttal, újabb kihívás. Hát nehezíteni talán nem, inkább sokszorozta. Aztán kihívás elé, igen, kihívás elé rakott évről évre, mindig új dolgok voltak, amit újra kellett gondolni, újra kellett csinálni, és aztán így ennek a folyamatában, ahogy létrejött a vállalkozás, meg ezzel kapcsolatosan kezdtünk még inkább foglalkozni, elkezdtünk az alapján gondolkodni, hogy most tulajdonképpen ahol tartunk, és az egész mondandónknak talán ez a lényege, hogy elérkeztünk egy olyan 2020-as évre, amint szinte egy ilyen hasonló érzések, vagy hasonló hullámok csapkodnak minket azáltal, hogy most akkor mi van. Tehát ez a nagy bizonytalanság, ami zajlik a világban, ami e körül zajlik, az minthogyha a 2008-as éveknek a bizonytalansága érezhető. Abszolút ilyen dejavú jellegünk van, és visszagondolva a sok-sok évre, egyértelműen egyetlen egy dolog van, ami a közös döntésünkből kifolyólag a hosszú évek alatt bármilyen csapás jött az életünkbe, betegség, minden egyéb probléma, egy, ami mindig biztos volt és valahol kapaszkodó volt, az a weboldalaink. És a weboldalaink körül zajló történések, az mindig kihúztak abból a mélységből, amikor az ember munkanélkül lesz, amikor az ember egy betegséget megtud, amikor az ember összeomlik idegileg, amikor az ember elveszti a kutyáját, elveszt hozzátartozókat, mert hogy az évek alatt ez is bejött, hogy ne legyen könnyű az életünk, hogy hozzátartozók elvesztése is közrejátszott. Szóval nagyon sok minden történt, de valahol mégis egy kapocs volt egy ilyen kapaszkodó volt, amit annak idején a 2000-es évek... Egy jó barát volt. Igen, a 2000-es évek elején igen elindult. És talán egy jó példa arra, hogyha valakinek van olyan kreativitása, vagy nem tudja, hogy mit csináljon, hogyan csináljon, akkor ilyen, mint például a weboldal készítés, vagy pedig a ezzel kapcsolatos hobbiból sose lehet tudni, hogy mi az, ami kinőhet. És tulajdonképpen, amiről eddig az évek alatt, itt, hogy most itt vagyunk a YouTube-on és nem beszéltünk, az pont ez az, hogy ehhez szeretnénk a későbbiekben, hogyha lehet, akkor valamilyen formában hozzásegíteni akár téged, vagy bárkit, aki úgy látja, hogy ehhez szüksége lenne ilyen segítségre, vagy információra, nem? Tehát így megpróbálnánk ebből a sok év tapasztalatból kiboncolni olyan dolgokat, amiből talán jó irányt adhat, akár például neked is, aki nézed. Igen, természetesen nem ingyen munkáról van szó, azért ne értsük félre egymást, ja, dolgoztunk hát, mi bőven sokat ingyen, nagyon sok önkéntes. Mennyi minden volt ilyen, igen. Nagyon-nagyon sok önkéntes munkát végeztünk, ez akkor még nem volt ilyen divat, hogy önkéntes munka, és hát amit elmondtunk, az gyakorlatilag a legelső betűtől kezdve, vagy pixeltől kezdve, az mind egy önkéntes munka volt, és tulajdonképpen mások szórakoztatására készült. Tehát az volt nekünk a heppünk, a mániánk, hogy más ott jól adni, éreztes. Adni, ami nekünk igen, az különböző, jó volt, azt továbbadni, igen. Különböző területeken, egyik weboldal ezzel foglalkozott, a másik teljesen mással, de mindegyik köré épülgettek a kis csoportosulások, a kis közösségek, személyes találkozók, egyik ilyen témában, a másik olyan témában, mert hogy ez is különböző témákban is összejött. És egy fantasztikus dolog, ami ebből az egészből úgy létrejött, hogy minden csak egyetlen medállal indult, és egy tök ártatlan dologból indult, és tényleg azt akarjuk az egésszel mondani, hogyha bárkinek van bármilyen kreativitása, bármi mondandó, erre már biztattunk máskor is szerintem mindenkit,
hogy egyrészt csinálni kell, másrészt ami a leges-leges legfontosabb, hogy hinni kell magadba, mert mi is, ahogy mondtuk, hogyha nem hittünk volna abba az előző válságba is, hogy már pedig mi ezt megcsináljuk, és volt olyan, hogy gondolkodni kellett, hogy megvegyük-e a párizsit a kenyérre, vagy sem, sőt, hát... De ne, nem, szerintem ezt nem kell tovább ragozni, volt bőven mindenfélében részünk, ezt nem szeretnénk még egyszer, és mindenki másnak is azt ajánljuk, hogyha fél, akkor ha van bármi mondandója, akkor lehet, hogy érdemes ezt weboldal formájába, de ha nem is weboldal, teljesen mindegy, megjeleníteni. Az internet adta lehetőséget élni mellett, vele. Élni vele, és foglalkozni vele, akárha teljesen nullán vagy, mert azt hozzá kell tenni, hogy mi is teljesen nullán voltunk. Tehát, sőt. Sőt, még az internet se volt, amikor tulajdonképpen megszületett az egész, mert onnantól kezdett el úgymond széles sávú internet lenni, onnantól kezdett el felépülni a közösségi oldalak, meg a social media, meg különböző olyan munkahelyre jelentkezéshez, olyan munka megnevezések, amik még nem is voltak évekkel ezelőtt, amikor ezzel kezdtünk foglalkozni. Tehát most arra ilyen nagyon, szakmák alakultak igen, ki, vagy nagyon, szakmák, nem tudom, jó szó hát, igen. Szaktudás, igen, hát ez igen, mindenképp egy szaktudás. Egy új világ kezdette épülni, és ez az internet, ez egy olyan fajta lehetőségeket nyújt, amihez, hogyha egyszer elkezded, és egyszer elkezdesz foglalkozni vele, így adja egyik a másikat maga után, nem? Tehát így adja az élet a lehetőségeket, és akkor azokat úgymond használva nem lehet tudni, hogy hová jut el tulajdonképpen az egésznek a... De nem is kell akarni, hogy bárhova eljusson. Nem is kell. Ez hát... nagyon fontos része, hogy nem úgy kell hozzáállni, hogy na, akkor majd én ebből élek. Tehát ez véletlenül se. Végig közel se voltunk mert még akkoriban így. Azért tehát... meséltük el, hogy mi is úgy kezdtük, hogy tetszik a medál, hát akkor fel, akkor megpróbálom az internet. Már akkor nem volt ilyen magától értetődő, hát ezt meg kellett tudni, hogy ezt hogy lehet ilyet csinálni. És hát én nekem az nem volt elég, hogy valaki azt mondta, hogy a nem tudom milyen gomba, hanem én weboldalra akartam saját weboldalra felrakni, ami pedig még nagyon-nagyon-nagyon kiemelendő, hogy nem csak az anyagi támasz van ebben. Tehát hát ahogy a mi példánkat is elmeséltük, hogy pont gond volt egészségügyileg. Sokszor kapaszkodó volt az életünkben. A végig kísért azon a problémás időszakokon, amikor azt hinnéd, hogy nincsen semmi, akkor ott volt mégis az mindig. Igen. És még egyszer a másik pedig, hogy nem feltétlen. Tehát a mi esetünkben a weboldal volt a megoldás, és a weboldalról beszéltünk. Viszont, hogyha neked van hasonló, tehát ez így szimpatikus ez az egész, akkor egy egyszerű blogot is el tudsz kezdeni írni, vagy akármivel a YouTube-on vagyunk, akkor akár ezt a vlogot megpróbálni, simán csak olyan arc nélküli videókat akár feltöltögetni, amiből ebből valami biztos, hogy alakul. Tehát ha hosszú távon, ha kitartó vagy, akkor abból egész biztos, hogy valami alakul, mert mi sem azért csináltuk, hogy valami alakuljon, de látod, mégis. De ami nélkülözhetetlen, ahogy mondtad, a kitartás nélkül az szinte lehetetlen. Igen. Mert hogy az évek alatt látva azokat, hogy egy időben egyszerre voltak történések interneten, már mint itt arra gondolok, hogy weboldalak, akár utazásról, vagy moziról, vagy kutyáról, vagy bármelyik témáról legyen szó, mindegyiknél ugyanúgy születtek weboldalak, ugyanúgy hasonló témában, de viszont az évek múlása alatt azok mind megálltak, és mind nem működtek, mind abba hagyták, elvesztették azt a reményt benne, hogy abból lehet bármi, és nem volt meg a megfelelő kitartás, és megszűntek tulajdonképpen. A mi hosszú tizenéves alatt, amivel internettel foglalkozunk, számtalan dolog megszűnt az interneten. Ha csak egy nagy dolgot mondjak, ott van pont mielőtt elindult a videó, a IVIV szóba került, és az is volt, és nincsen. Szóval bármennyire nagyok a dolgok, meg azok is, az is meg tudott szűnni, vagy tudott jönni egy másik helyette. De viszont valahogy... De ez nem azt jelenti, hogy a tiéd szűnne meg. Hogy a tiéd szűnik meg. Akár most az egy nagyon erős túlzás mondok, de egy... ha nem is egy Facebook 2, de egy bármi születhet egy interneten való munkából. Tehát ami így elkezded így tanulni. Nem kell így hozzáállni, hogy munka, nem kell így nem hozzáállni, munka, hogy tanulni. Hát eleinte nem. El kell kezdeni, vagy írni egy blogot, vagy ilyen tök egyszerű, és attól se kell megijedni, hogy ez egy bonyolult dolog, mert nem weblapot kell szerkeszteni, megtanulni, hanem bár egyébként, na mindegy, hanem
egy ilyen egyszerű valamivel kell belefog, vagy érdemes legalábbis nem kell, érdemes belefogni, ami ilyen felhasználó barát, és amihez nem kell még megtanulni azt a dolgot, ami, tehát kezelni, nem kell megtanulni, tehát mondjuk egy szoftverre gondolok, amit cégek esetleg be kell, hogy tanítsanak ahhoz, hogy te azt ismerd, és azt kezelni tudjad, nem ilyesmiről van szó. Tehát nem kell mondjuk egy Photoshopot megtanulni ahhoz, hogy valamire jussál. Például, nagyon jó példa, mert én is például az ilyen grafikai dolgokat, amiket csinálok, hát sajnos rajzolni nem tudok, de minden mást így Photoshopban azért úgy, ahogy szerintem meg tudok oldani, viszont én sem így kezdtem. Tehát én is a Windowsnak a Paint nevű programjával kezdtem, ez az őskori lelettel. És akkor még az nagy dolog volt, az nagy szám volt, és most viszont már a Photoshopot is tudom, de akkor nem volt más. Ugyanúgy, ha most ezt te elkezded, vagy nem ezt, más, bármit, nem kell a legmenőbb dologgal kezdeni, mert nem az a lényeg, hanem hogy elkezd. És hogyha valaki a sarokba Google és sajnálja magát, abból nem lesz semmi. Ha viszont valamit elkezdesz csinálni, abból még bármi lehet. Viszont egy biztos, hogy akárhogy is zajlik a interneten a változások, kora érkezik, meg jönnek új dolgok, egy biztos, amit mindenféleképpen az évek alatt megtanultunk, hogy nem szabad semmiről lemaradni. Tehát valahol ott kell mindig lenni az új dolgoknál, itt nem, tehát mint ahogy annak idején nekünk is mekkora jó döntés volt, amit korábbiakban beszéltünk arról, hogy voltak a weboldalak, és megújítottuk, átalakítottuk a kornak megfelelően, hogyha az nem történik meg, akkor milyen nehézségek lettek volna később. Igen, ebben. De ez már nagyon tehát ez nem az eleje, tehát ez elijeszti. Ez mondjuk igaz, akkor... Tehát itt, amikor elkezdett csinálni, akkor nem volt ez, hogy mindenbe ott akarunk lenni, mindent tudni akkor, akarunk, meg akkor nagy... csak... elindulni akartam. Meg akkor még nagy nehézségek voltak akkoriban, és most ahhoz képest könnyebbek a lehetőségek. Amit Thomas mond egyébként ettől függetlenül, ezt úgy képzeld el, hogy elindulsz, hogy te most egy futóversenyen veszel részt. De már olyan jó vagy, hogy már biciklire váltasz, és aztán már még jobb vagy, akkor meg már autókkal versenyezel. És nyilván így a sávok száma is akár nőhet. Igen. Tehát ezt valahogy így kell kezdeni. Először csak annyi, hogy elindulsz futni. Meglátjuk, mi lesz. Amikor ténylegesen futni indul el valaki, akkor is tájakat lát. Létrejön az erőlét, meg lesz hozzá megfelelő tartás, még már egyre nagyobb távolságokat fut. Igen, igen. Tehát, és ami a másik, és tényleg egy olyan dolog, hogy nem tudom, bárki más beszéle erről, hogy az évek száma egy nagyon fontos része ennek az egésznek, tehát ez nem úgy működik, mint ma egy Instagram, vagy ma egy bármilyen közösségi oda, hogy feldobok valamit, és már 2000 like van rajta. Ez nem így működik, ez nem ilyen dolog. Tehát ha valamit el akarsz érni, akkor nem a számokat kell nézni, és nem azt eleve nem is a visszajelzést kell nézni. Amikor ezt mi elkezdtük ezeket a dolgokat csinálni, nem volt visszajelzés, nem? Tehát a legeslegelején még nem építettünk be fórumot, vagy ilyesmit. Nem, hát az teljesen más volt, igen. Tehát még semmi. Akartuk igen, csinálni. Igen, ez az alapja, akarni. És ha te akarod, és ha te hiszel magadba, akkor ez működni fog, akár weboldalról beszélünk, akár bármi másról. De hogy megmaradjunk a weboldal témájánál, és így a végére, szerintem még annyit, nem tudom, van-e neked még így hozzáfűzni valód, szerintem egy tanulságos dolog mindenféleképpen, hogy mennyire apró dolgokból milyen nagy dolog születhet, és ugye itt most tényleg a válság előtt állunk, illetve ez az egész vírus kapcsán mindenki fél. Aki nem mondja, az is, mert a következményektől is félünk, tehát mindenkiben van szerintem egy ilyen félsz, és nagyon sok minden jöhet most, amire nem is számítunk. Ez viszont egy ilyen annyiban kiszámítható, hogy még egyszer hangsúlyozzuk azt, hogy nem az anyagi oldala az első számú szempont. Sőt, lehet, hogy soha nem is lesz anyagi oldala. Egyszerűen csinálni kell, mert téged az belsőleg támogat. És hogyha belül rendben vagy, akkor kifele is rendben leszel, és akkor az anyagi dolgok is megjelennek. Jól mondom? Az évek múlásával, így van. Igen, így van. De fontos, hogy évek múlásával, és tehát ez nem hónap. És bármennyire haladunk előle az időbe, egyre inkább fontosabbá válik az, hogy a interneten való megjelenés legyen akár egy hobbiból való vállalkozás, vagy egy vállalkozás működtetsz, annak az interneten megjelenése. Ahogy haladunk egyre az időben, egyre fontosabbá válik, hogy az, hogy ami a interneten megtalálható
az mind olyan, hogy abban te is részt tudsz venni. Tehát az nem csak annak lehetőség, aki vállalkozása van, és esetleg akar egy weboldalt, hanem olyannak is lehetőség, akinek akár a kutyájáról, lásd mi példánkat, a kutyánkról indult el egy weboldal, vagy akár egy hobbidról, legyen az akár egy gyöngyfűzés, és abból indul el egy akár egy gyöngyfűzők országos klubja, vagy legyen akár bármi, ami... Sőt, ha valamiben eredményt értél el, akár egy általános iskolába, egy sport, nem? Arról akár... is ugyanúgy a kis díjaidat fel lehet rakni. Igazából az internet tárháza az korlátlan, az várja az információkat, és még talán az egyik legfontosabb így a vége fele az az, hogy azok az információk egyre inkább higulnak el, és egyre inkább olyan információk terjednek, amik nem biztos, hogy a legjobbak, amik terjedhetnek az interneten, és ahhoz, hogy ez ne abból legyen rossz, ami úgymond rossz az interneten. Tartsuk a szintet, ami még olvasható. Igen, ahhoz te is hozzá tudsz tenni, és te is tudod bővíteni ezt az úgymond végtelen könyvtárat, amit internetnek hívunk. Igen, és amit te érdekesnek gondolsz, nyilván azt úgy gondolod, hogy te is egy olyan szintű valamit osztanál meg. Tehát mivel, hogy mindenki így gondolkodik, hogy azért, ami neki tetszik, neki is kell, hogy tetszen ahhoz, hogy ő azt megoszthassa, ugyanúgy, ahogy egy Instagramon, ugyanúgy, ahogy egy Facebookon és bármelyik egyéb másik közösségi oldalon, ha neked nem tetszik, nem osztod meg. Na, ugyanez a helyzet ezzel a dologgal is. Szeretned kell csinálni, és főleg akarnod kell csinálni, és csinálni, de nem úgy, hogy aztán összeessét le. Tehát azért ez sem szabad, viszont az elején ilyen veszély azért nem fenyeget. De bármi lehet, csak akarni kell, és ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos, itt vagyunk rá ketten is élő példák, hogy mi a fejünkbe vettük, hogy együtt akarunk élni, együtt akarunk dolgozni, távmunkában akarunk dolgozni, weboldalakkal akarunk foglalkozni, és weboldalakkal foglalkozunk, és távmunkában dolgozunk, és most már nem is tudom, hogy hanyadik éve. És most már egyre inkább, hát már 10 plusz. 10 plusz, pontosan nem tudom most. Hát 10, igen, inkább. Mert én a 20-at igen. mondtam volna, de most nem tudom így pontosan, mert ugye minden weboldal máskor indult, de mindenféleképpen az internet eleje óta foglalkozunk ezzel a dologgal. És ja, hát úgy igen, 17 év. Közel nem. A 20, közel van a 20-hoz, mint a 10-hez, igen. Nem tudom most miket számol egyébként, de teljesen mindegy, mert nem a számok a lényeg, hanem hogy nagyon régóta csináljuk, és kitartottunk mellette, akkor is, amikor például úgy nézett ki, hogy minden, mondjuk a grafikonok elindultak lefele, akkor is. Mert az nem azt jelenti, hogy akkor onnan... Már pedig az előfordul. Hát az sajnos. Az pedig előfordul, mert azt, amikor elindult, senki se tudta, hogy jön egy Facebook, ahol a Facebooknak vannak különböző olyan dolgai, amit nem mindegy, nem részletezzük. A lényeg, hogy fejlődik a technika nagyon, és nagyon sok minden újdonság jön, és sok mindent tud adni hozzá is, de el is tud venni. Ahogy igen, az évek alatt példáját mutatja. Nem. Fel kell ismerni azt, hogy az ilyenek, mint például a Facebook, vagy bármi egyéb, ami neked esetleg ronthat azon, amit te csinálsz, vagy tudod, átpártolhatnak oda az emberek, vagy átcsoportosulhatnak oda az emberek, soha nem szabad így hozzáállni, hanem inkább az, hogy mire használhatnám én ezt fel. Mi az, ami engem épít? Mindig mindenben azt kell látni, hogy mi az, ami téged épít. Ha így gondolkozol, akkor biztos, hogy lesz eredménye. Az biztos.